Az új tanév első vasárnapján szeptember 2-án a Bolyai János Katolikus Általános Iskola pedagógusai, diákjai és szülők érkeztek az ünnepi szentmisére. Darvas László római katolikus plébános szentbeszédében kiemelte, hogy történelmi pillanat következett el idén szeptemberben szerencséletében, mivel 60 esztendő után ismét egyházi iskolával bővült a kínálat a településen. A plébános hangsúlyozta, hogy azért járultak ezen a napon Isten oltára elé, hogy az új iskolaévhez és a tanuláshoz a szent lélek segítségét kérjék. Darvas László kitért arra, hogy látszik még a szemekben a bizonytalanság a katolikus iskolával kapcsolatban megfogalmazódik az igazgatóban, pedagógusokban, hogy vajon meg tudnak-e felelni az egyházi iskola elvárásainak. A plébános arra kérte a tanárokat, a diákokat és a szülőket, hogy közös összefogással teremtsék meg a jövőt formáló életet, és adják tovább a következő generációnak a Szentlélek ajándékát, az egyházi iskola szellemiségét.